Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Hun Televíziónak a Nemzeti Kincseink című műsorában. Igen, nemzeti kincseink méghozzá azért, mert egy olyan embert szeretnék önöknek bemutatni, akivel a jövőben egy nemzeti kincset szeretnénk közösen fölépíteni. Persze nem csak mi ketten, hanem még sokakkal másokkal is. Szeretnék megvalósítani a nemzeti médiát. Egy olyan nemzeti médiát, ami képes ellensúlyozni az úgynevezett mainstream, vagy a hivatásos médiát, médiasodratot, ugyanis az a meglátásunk, hogy nagyon nagy szüksége van a magyar nemzetnek egy olyan politikától független civil szerveződésű médiára, amelyik a nemzetnek a valós történelmet, a valós politikai helyzetet, a valós kultúrát, szóval az igazságot képes közvetíteni. Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek Juhász Zoltán Jánost, vagy János Zoltán, nem tudom, hogy használhatok pontosan a nevedet. Zoltánnal mi nemrégiben összefogtunk, én mind a Hun Televíziónak a tulajdonosa, ő mind a civil multimédia honlap felületnek, vagy a televíziónak a tulajdonosa, és rájöttünk, hogy közösen könnyebb, közösen hatékonyabbak vagyunk, és talán még több embert is magunkhoz tudunk vonzani, és valóban ki tudunk alakítani valami nagyon nagyot és komplexet, amivel a megfelelő hatáskört el tudjuk érni. Kedves Zolikám, te nem voltál mindig televíziós. Nyilván senki se születik eleve televíziósnak, de belecsöppentél ebbe a világban. Ahogy nekem elmesélted, annyi minden voltál. Ugye még pincér is voltál, azt hiszem, valamikor. Hát hogy is indultál te ebbe az irányba? Én is köszöntöm a kedves nézőket, és nagyon köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Hun Televíziónak, hogy meghívott. Kicsit zavarba is vagyok, mert hogy eddig mindig a kamera másik oldalán álltam, és ez nekem egy új szerepkör, és furcsa. Nagyon nem is nagyon akarok bele szokni, átadom majd inkább a helyet mindig a leendő riportalanyoknak. Hát, hogy kezdődött, vagy hogy mi is volt, ha... Csak tényleg pár mondatban visszaugrunk az időben, a rendszerváltásig, a vendéglátásban szereztem, mondjuk így, hogy vállalkozói tapasztalatokat, mert ugyan pincérként kezdtem, de rövidesen üzletvezető lettem, melegkonyhás üzletvezető, aztán rendezvényeket kezdtem el ott is szervezni, falunapot, stb. És ezek később nagyon hasznosak voltak, ezek az ott szerzett tapasztalatok. De talán ami esetleg a nézőket érdekelhet, hogy a rendszerváltás környékén én már egy vállalkozást alapítottam, egy külkereskedelmi Kft-t, amelyikkel rövidesen Szovjetunióban alapítottunk egy szovjet-magyar vegyes vállalatot, mert akkor még megvolt a Szovjetunió. Mire nagyjából felépítettük a céget, a Szovjetunió össze is omlott, így én Ukrajnában maradtam. Bocsánat, valami akaratlan az eszembe jött, ugye azt szokták mondani a magyar történelemben, hogy ahova a magyarok belépnek, az összeomlik. Ez komplet. Beléptél a Szovjetunióba, összeomlott a Szovjetunió. Pontosan ez történt. Aztán én ott maradtam ebben az Ukrajnában, aki akkor is áldozat volt ebben a csatában, vagy ebben az osztozkodásban, amit a nagy piacon akkor terveztek és véghez vittek. És én megéltem azt, hogy összeomlott egy ország, pénz nélkül maradt, mert a rubel már akkor nem volt használható. Igen, új pénzt nyomtak, amit fénymásolóval tudtak sokszorosítani, tehát az emberek ezért nem adtak semmit. És én, mint külkereskedő, nem tudtam semmit a pénzemért venni. Azt kérdezték, mit adsz helyette. Láttam nagyon furcsa dolgokat, tehát ez egy fantasztikus élmény volt, de most nem szeretnék erről beszélni, talán már egy másik alkalommal. De talán annyit, hogy a pénz összeomlás réme bennünket is fenyeget. Az embereknek nem nagyon van jövőképük, nem tudják elképzelni azt, hogy milyen lesz, amikor a pénzpiac összeomlik, amikor a pénz nem érték. Én láttam azt, mikor az emberek munkahelyüket odahagyva
szatyrokkal sétáltak az utcán, és keresték, hogy mit tudnak mire cserélni, hogy tudják a napi betevőjüket megteremteni, mert egyébként havi 30%-os infláció volt. Ezután a következő években újabb vállalkozásokat kezdtem, dolgoztam ingatlanfejlesztőként, építőiparban. Még 2006 táján, 6-7 táján abszolút a pénzpiacon kezdtem el keresni a szerencsémet. Akkor még én is azok mellett, az értékek mellett tettem le a voksot, hogy sikeresnek kell lenni, hogy minél több pénzt kell összeszedni. És ebbéli törekvésemben kikerültem, kapcsolatokat szereztem nemzetközi pénzügyi piacokon, és nagyon elképedve tapasztaltam, hogy a pénzrendszer egyáltalán nem úgy működik, mint ahogy én azt korábban gondoltam, ahogy nekem azt az iskolában tanították, vagy ahogy átlagos emberként nekem erről tapasztalásom vagy tudásom volt. Akkor értettem meg, hogy a Fed, a dollár kibocsátója, mint magánintézmény gyakorlatilag korlátlan hatalommal rendelkezik. Akkor még vonzott engem, hogy bekerüljek ebbe a körbe, és hát igyekeztem mondjuk így, hogy jó fiú lenni, hogy én is részesüljek ebből a tengersok áldásból. Ez valami ok miatt nem sikerült. 2008-ban a pénzügyi válság idején egy pénzügyi tanácsadó céget, részvénytársaságnak voltam az elnök vezérigazgatója, amelyik leányvállalata vagy szerződéssel kapcsolódott egy svájci bankhoz és annak a vagyonkezeléhez. És ugye 2000, és nagyon szép reményeink voltak, és 2008 őszén ez a pénzügyi válság kirobbanásakor ez a mi kis vállalkozásunk is hát először leállt, majd később aztán tönkre is ment. Na ez volt nekem az utolsó csepp a pohárban, akkor értettem meg, hogy az a világkép, aminek én addig a követője voltam, az teljesen hamis. Az álságokra épül. És hogy ez nincs rendben. Így aztán továbbiakban igyekeztem megszabadulni minden ilyen konvenciót, tehát lerúgtam magamról minden elvárást, és kivonultam a társadalomból, mondjuk így egyszerűen. Fotóztam, és fotósként némi bevételhez jutottam, és ez nekem bőven elég volt. És szabad időmben, ami így lett, abban kutattam, hogy milyen hazugságok vannak, vagy mi az igazság. És hát kezdetben, mikor rádöbbentem, hogy amit a történelemkönyvben, amit az egyéb, amit ránk erőltetnek, mindenhol csupa hazugság vesz körül, hogy az a világkép, amiben én biztos voltam, amire én támaszkodtam, ez hamisság, és ez pusztán azért van kitalálva, hogy az én életemet és az embertársaim életét is szigorú ellenőrzés alatt és kordában tartsák, akkor ez nagyon kiábrándító volt, és először elkezdtem keresni a felelősöket. És rá is találtam egy szűk csoportra, akik a kezükben tartják a világot, és először durva harag jelent meg bennem, lassan aztán ez elcsitult, ahogy egyre többet tudtam meg, és rájöttem, hogy azzal, ha mi is rombolunk, vagy erőszakot akarunk alkalmazni, akkor azzal semmit nem oldunk meg. Mert az erőszak erőszakot szül. Példát kell mutatni, ebben az időben ismertem meg ezt a tapasztalást, hogy ha én szeretettel és megértéssel fordulok mások felé, akkor előbb-utóbb ezt fogom visszakapni. Nem tudtam magamban tartani ezt a sok élményt, ezt a sok tapasztalatot, és létrehoztam egy weblapot valami ingyenes oldalon, ami aztán egyre... Ez mikor volt akkor ezt a weblapot? Ez 2009 táján. És
Igen, mivel fotóztam, nagyon egyszerű Jézé fotó. Egyébként a weblap mai napig is megvan, és érdekes, hogy bár most már másfél-két éve nem töltöttem fel rá semmit, de ma is napi 150-200 látogatója van, mert az anyagokat, ami rajta volt, azt fent hagytam. Akkor volt egyszer, feltöltöttem rá egy nagyon érdekes cikket a Bill Gates-el kapcsolatosan, és így megugrott a nézettsége, olyan napi 20 000-re, és akkor letiltott ez az ingyenes oldal, hogy én persona non grata lettem, és akkor valaki tanácsolt, hogy Zoli, miért nem csinálsz egy saját weblapot? Ez 2 éve volt, azt hiszem, és hát tényleg, hát miért nem csinálok egy saját weblapot? Hát azért nem, mert fogalmam sincs, hogy hogy kell. De aztán csak jött ez a miért nem csinálsz egy weblapot, és tényleg miért nem csinálok egy weblapot, így hát regisztráltam egy domain nevet, hogy ez miért pont civil multimédia lett, ezt a teremtő tudja. Ez jött abban a pillanatban, amikor erre szükség volt, béreltem tárhelyet, és hát neki láttam tanulni, hogy kell egy weblapot felépíteni. Ehhez könyvtárat kellett látogatni az interneten, keresni mindenféle oktató anyagokat. Hát közel 60 évesen nekiálltam, mint egy kis diák tanulni. Szép lassan felépült ez a civil multimédia weblap, amit már kezdetben arra szántam, hogy egy találka felület legyen, ahol azok a civilek, azok a tiszta érzésű, nemzeti gondolkodású egyének, társaságok megjelenhetnek és megoszthatják a gondolataikat a látogatókkal, akik ugyan már rendelkeznek saját felületekkel, de esetleg az el van szigetelve, vagy kevesen látják. Tehát volt bennem egy ilyen törekvés, de ezt sokat kellett tanulni. Közben fotóztam tovább, rengeteg képem van, ezek nagyon sokat segítettek illusztrációként a weblap tetszetősebbé tételében, és hát elkezdtem kapni biztatásokat. És a környezetemből, hogy ne csak írjak meg mások linkjét vegyem át, hanem készítsek videókat. Hát a fényképezőgép és a kamera közt van némi különbség, tehát ehhez is neki kellett állni tanulni. És hát mivel ez a sport, ez ugye technikai, és ez elég meglehetősen tőkeigényes, és én túl sokat nem tudtam ebbe a beinvestálni, ezért egyszerű eszközökkel kellett megtanulnom, minél jobb minőséget összehozni. Ez olyan, mint amikor az ember Trabanttal kezd el megtanulni autót vezetni, aztán, hogyha majd egyszer megadatik a Mercedes, akkor az már sokkal egyszerűbb lesz. Az újabb fordulat az idén tavasszal jött, amikor is már némi filmkészítési tapasztalat, tanulás után jött ismét talán egy sugallat, hogy el kell indítanom egy rendezvényt, egy előadás sorozatot. Ehhez találtam egy helyszínt itt Szentendrén. Nagyon hálás vagyok Holó Istvánnak, aki megengedte, hogy az ő magán épületében megtartsuk ezeket a rendezvényeket. És csodák csodája, tehát minden szempillantás alatt történt. Tehát elég volt csak kigondolni, kimondani, és minden működött, és még megvalósult. Álmélkodva tapasztaltam, hogy minden ott volt, oda van készítve az útra, nekem csak oda kell érni, és át kell vennem, és fel kell vennem, és használnom kell. Így hát elindult a Magyarnak lenni sorozat, hogy miért pont Magyarnak lenni, azért, mert én Magyarnak érzem magam, és azt, hogy ez mit jelent, ezt szeretném másokkal is megértetni, a honfitársaimmal. Hey!
született, és úgy látszik, hogy még mindenek csak az elején és a kezdeténél vagyunk. De hogy itt most ugye most már ismerjük egymást, talán másfél hónapja, két hónapja, nem tudom pontosan mennyi van, talán két hónapja, ugye? Most ezzel a rövid idő alatt már látom nálad, hogy egymás után születnek a gondolatok, akkor mikor megismertelek téged, már akkor játszadoztál egy olyan dologgal, hogy egy 8 részes áttekintő magyaros kulturális palettát nyújtasz a nemzetnek, ami benne van a őstörténelem, a történelem, a jelen helyzet, talán egy jövőkép is az országból. Ezzel most hogy állsz? Hogy alakult ki ez a gondolat, és hogy hova jutottál idáig? A gondolat akkortány született, mikor az Írtsátok ki a magyarokat filmet forgattam. Ez a Pozsonyi csata évfordulójára született gyakorlatilag két hét alatt, a gondolattól a megvalósulásig, úgyhogy július 5-én már fel tudtam tölteni, és ennek az évfordulónak a kapcsán gondolkodtam el azon, hogy mennyi minden elhallgatott, eltitkolt dolog van a történelmünkben, ami fényes, ami büszkévé tehetne bennünket, és mennyi minden megalázót tesznek, raknak nap mint nap a hátunkra. Különös nép vagyunk mi magyarok, mert noha vannak győztes csatáink is, de mi két vérbefolytott forradalmunkra való emlékezés tettük a két legfőbb nemzeti ünnepünké, március 15-e és október 23-a bizony vérbefolytott forradalmainknak próbál emléket állítani. Pedig, ha nem is túl sok, de volt néhány győztes csatánk is, hogy mindjárt a legkézenfekvőbbet említsem, például Nádorfehérvár, amire mindenféleképpen méltóbb módon kellene emlékezni, de minden kétséget kizárólag a legfontosabb győztes csatánk az elmúlt 1100, most már több mint 1100 év során az a Pozsonyi csata volt. Ezer éven keresztül nem tudott a magyar történelem. Ez is elég furcsa. A lengyel magyar győzelemről nem tud a magyar történelem, és miért? Ugye a magyarok ellenfelei az egyesített európai hadak voltak. Az akkori NATO ránk támadt ezzel a borzalmas hadiparancsal, hogy írtsátok ki a magyarokat. Európa népe, és valójában az egész emberiség valóban szeretné őszintén megérteni azt a rendkívül veszélyes irányokba mozgó, önpusztító világot, amelyben élünk, és ami ennél is fontosabb, szeretne megmenekülni ebből a kataklizmából, szeretné visszafordítani ezt a deszakrális pusztítást, ezt nagymértékben, e törekvését nagymértékben segítené azt, hogyha, ahogyan itt vázlatosan megpróbáltam összefoglalni, a Pozsonyi csata történelmi mély szerkezetét próbálná megérteni. Ez a történelmi része, és aztán itt vannak a napjaink, amikor látom, hogy kötelező oltásokkal mérgezik a kicsiket, hogy olyan élelmiszereket adnak nekünk, amelyektől hát nem leszünk mondjuk egészségesebbek, tehát amik nem tápanyagokat, hanem mindenféle kiegészítőket, meg színezékeket tartalmaznak. Amikor, hát elég a statisztikát megnézni, hogy nem akarok én ebbe nagyon tudálékoskodni, de amikor évről évre növekszik a szív- és érrendszeri betegségekben elhunytak száma, a rákos megbetegedések száma, akkor ez biztos, hogy azt jelenti, hogy Magyarországon nem egészségügy van, hanem betegségügy. De ez a betegség, ez lelki okokra vezethető vissza alapvetően. Tehát azt gondoltam, egyszerűen megjelent bennem egy olyan erős érzés, hogy ezt körbe kell járni, és minél több fülnek, szemnek hallhatóvá, láthatóvá kell tenni, hogy ez a saját döntésünk,
ezt le tudjuk rázni magunkról, ez az igát, nekünk ezt nem kell elfogadni. Mi vagyunk többen. Láttam egyszer egy karikatúrát, ami nagyon szemléletes, egy szakadék. A szakadékba ki van tolva egy deszka, a deszkán a szakadék fölött áll a szónok, a politikus, és mondja, hirdeti az igét, és a tömeg áll a deszka másik végén, tartva ezt a politikust. Egyszerűen csak le kell lépnünk erről a deszkáról. És ez készített arra, hogy talán ezt körbe kellene járni, és ahogy nekiültem megfogalmazni ezt a filmötletet, talán a 20 év vállalkozói múlt miatt egyből rendszerezni kellett, tehát egy ilyen készítésem volt, és témacsoportokra. És ahogy ezeket végig gondoltam, hát egyszerűen adta magát, hogy ez csak 8 részben lehet elmondani, 4 történelmi rész, és 4 pedig a napjainkkal foglalkozik. Nagyon fontos, hogy minden részben szeretnék a kultúránkból ízelítőt adni, és szeretném azt, hogyha a gondolataikat azok a kutatók, az értelmiségiek mondanák el, akik ma is tesznek a magyarságunkért, akik példamutatók, akik követhetőek, és hát sajnos ők nem tagjai a Tudományos Akadémiának. Minden filmet úgy szeretnék befejezni, hogy érzelmileg felemelje a nézőt, mert nem azt kell éreznünk, hogy mi egy, tehát hogy rajtunk mindig csak elverik a port, nem. A magyarság most is itt van a Kárpát-medencében, hol ott dúlt bennünket török, tatár, Habsburg, a szovjet birodalom, és hol vannak most ezek a birodalmak, ugye? És mi továbbra is fent fogunk maradni. Minden esetre hadd használjam ki a lehetőséget, hogyha a nézők között van olyan, aki kedvet érez ahhoz, hogy ennek a filmnek a forgatásában részt vegyen, esetleg szakmai munkát vállaljon, az keressen meg bennünket, azt nagy örömmel fogadnám. Egyúttal szeretném azt is elmondani, hogy a civil multimédia és aztán ez a Magyarnak lenni filmsorozat sem üzleti vállalkozás, ezért kérem, aki tud, esetleg adományokkal, vagy akár erkölcsi segítséggel is támogasson bennünket. A filmből rövidesen az első előzetes, meg ez az első rész, az eltitkolt ősiségünk. Sokszor idézik Thomas Mannnak azt a gondolatát, amelyet a József és testvérei című monumentális regényének előszavában fogalmaz meg. Gyakorlatilag ezzel indul a regény, és ez a nevezetes mondat, amit nagyon sokszor idéztek az elmúlt évtizedekben, úgy hangzik, hogy mélységes mély a múltnak kútja. Nem mondjuk inkább feneketlennek, teszi fel a kérdést Thomas Mann, és aztán egy nagyon érdekes metafora, füzér, kezdődik néhány mondaton át, amelynek az a lényege, hogy amikor a múlt mélységesen mély kútját, pontosabban a kútnak a mélységét meg akarjuk mérni, és lebocsátjuk azt a bizonyos mérőónt, akkor ahogyan Thomas Mann fogalmaz, ez a mérőón nagyon furcsán kezd el viselkedni, mert minél mélyebbre bocsátjuk, annál kevésbé találjuk meg pontosan, hogy akkor hol is van a dolgok eredete, hiszen ugye ennek a mélységes mély kútnak a legalját próbálnánk megtalálni, de ilyen nincs. Nem tudjuk pontosan, és valószínű az emberi létezés egyik legdrámaibb dilemmája pontosan ez, hogy sosem lesz kész és megnyugtató válaszunk arra, hogy az emberi történet hogyan is kezdődik. Az egy más kérdés természetesen, hogy minden korok emberének lesz egy története, nevezzük mítosznak, lesz egy története arról, hogy ő hogyan képzeli azt, hogy hogy honnan és hogyan indult ez az eredet. De hogy ténylegesen hogyan indult el, ezt nagy valószínűséggel ember soha nem fogja tudni. A teremtő az egyetlen, aki megteremtett minket, aki ismeri ezt a pontos történetet.
Ha meg szeretnénk érteni azt, hogy a magyarság mit keres a Földön, mit keres a Kárpát-medencében, akkor első körben nagyon messzire, az időben nagyon távolra kell eljutnunk. Két nézet van jelen a mai gondolkodók, mai kutatók fejében. Az egyik, hogy a magyarság a Kárpát-medencében őshonos, őslakos. A Cser-Darai szerzőpáros műve 500 ezer évre nyúlóan vizsgálja a Kárpát-medencében genetikai alapon a magyarság itt létét. Van egy másik nézet, amely igazából nem ilyen nagy időtávra megy vissza, csak mondjuk az utolsó jégkorszak kimelegedési ciklusára, 70 ezertől 10 ezerig, Krisztus előtt 70 ezertől 10 ezerig terjedő időszakra, és ebben a vizsgálatban a csendes-óceáni szigetvilág, Mu világa jön elő, mint egyfajta a magyáknak egyfajta őshazája. Ennek a kutatásnak elsősorban Churchward hadnagy a zászlóvivője, aki a 19. században hindu papok által megmutatott agyagtáblákon látta ennek történetét, de ezt átvette a 20. században nagyon sok magyar kutató is ezt a Mu kontinensével kapcsolatos magyarság eredetet. Ilyen volt Csicsáki Jenő, vagy dr. Cserép József Tiszalökön, vagy egy másik csébetűs Csobánci Elemér a 60-as években, de szintén egy csébetűs Csolnoki Jenő, vagy később Szilvai professzorok is ezt a munkát, ezt az irányt veszik. És innen nézve a Kárpát-medencében mindig hon visszafoglalás, hazatéréseket vizsgáltak. Tehát azok a történetek, mitoszok, amelyeken keresztül az emberi létezés elbeszéli saját magának, saját önmaga vélt történetét, az mindig két erő harca. És nagy valószínűséggel az az erő, amelyik szétroncsolni igyekszik ezeket a folyamatokat. Tehát az egyik erő, talán ez a legáltalánosabb megfogalmazása mindennek, hogy az egyik erő méltó módon felépíteni akarja az emberi létezést, a másik pedig lerombolni kívánja. A kettő egyébként nem elválasztható egymástól, rombolás nélkül ugyanis nincsen újabb építés. Tehát a rombolásra nem feltétlenül, természetesen minden emberi közösség mindig arra törekedett, hogy az alkotás erői legyenek többségben, de a rombolásra nem semmiféleképpen nem szabad úgy tekinthetünk, csak egy nagy gyermetek dolog, hogy az valaha is kiiktatható lesz az emberi létezés történetéből. A rombolás is része az emberi történetnek. Az emberi történet kettős szerkezetű. A másik nagyon fontos mozdulat, tehát az egyik, hogy nincs kollektív emlékezetünk, mert a sötétebbik fele, úgy teszik a sötét energia, ebben a kettőségben, az úgy látszik az elmúlt néhány ezer év során, mondjuk 3000 év során sikeresen számolta fel ezt a kollektív emlékezetünket. Elképzelhető, sőt szinte biztos, hogy az azt megelőző időkben az emberiségnek volt kollektív emlékezete a saját történetéről, ma nincs. Tehát az eurázsiai térségnek a központját szkíta népek lakták. Két pólusú rendszer volt, az egyik pólusban a Kárpát-medence, a másik pólusban a Tarim-medence, és a kettő közt, mint egy hatalmas mágneses mezőbe állandó mozgásban voltak ezek a népek. Tehát nem telepedtek le városokban, nagyon jellemzően kevés városuk volt. A város az maga a vírus a természetben. Tehát nem egy teljesen természetellenes dolog az, hogy építek magam köré egy falat, és azt mondom, hogy innentől befelé az ennyi, mint domestosszal mindent lefújok, meg mindent kitakarítok, meg minden, és a szemetet meg ugye kikúrom a várfalon kívülre. Tehát ma is így működik a város, és az a baj ezzel, hogyha elkezdek valamit birtokolni, ez az enyém, az az összes többit, amit nem birtokolok, elvesztem. Tehát ma ez van, hogy van egy, mit tudom én, 60 négyzetméteres kutricánk az egész teremtés helyett. Ezt birtokolom, többiről meg gyakorlatilag én magam lemondok. Tehát amikor beköltözök egy ilyen embertárolóba valahol 8. emeletre, akkor én lemondok a teremtésnek az engem megillető részéről. Tehát fontos lássuk azt, hogy van egy szellemi védelmi forrás ezen a bolygón, ami mindig a magyarság szellemi vezetésével összefügg, és hívhatjuk őket királyi szkítáknak is, akik egyébként ezt hordozzák, de bizonyosan például a honfoglaló törzseinél, mondjuk a nyéktörzsnél érhetjük ezeket tetten, ezt a beavatási forrást, és ők szintén bejönnek a Kárpát-medencébe. Amit szintén a magyarság vizsgálatánál fontosnak tartok, hogy soha nem egy nép érkezik. Ez a Kárpát-medence olyan
mondjuk úgy gyűjtőhelye a magyar és rokon népeinek, akik, vegyünk egy példát, azt mondjuk hunok, avarok és a fejedelem korában magyarok érkeznek a Kárpátokba. Igen, de a hunok esetében is számos törzs érkezik velük együtt. A fejedelmi korban, tehát a 890-es, 860-890-es korban is nagyon sok törzs érkezik még. Aztán tudjuk azt, hogy az Árpádház korában is érkeznek betelepülő törzsek. Vagy van forrásunk Krisztus előtt 700-ból bizonyos szkíta fajú népekre. Tudjuk, hogy Erdélyben királyság van Krisztus előtt 1400-tól Krisztus előtt 100-ig, Zamolkstól Decsebálig. Ezek a dákok és géták szintén ázsiai népek, tatár típusú népeknek vallják 1830-as munkában Aranyos Rákosi Székely Sándor például. Tehát látnunk kell, hogy itt nem egy konkrét nép van, hanem van egy szellemiség, és valójában ez a szellemiség az, amit minden ide érkező nép vall és magáinak érez, még akkor is, hogyha nem beszéli esetleg azt a magyar nyelvet, amit mi magyar nyelvnek hívunk. 430-as évektől államot alapítanak a hunok. Ugye azt mondja a himnuszunk második verszaka, ami Szatmár Csekén 1823-ban született, hogy általad nyert szép hazát Bendegúznak vére. Ilyenkor minden kisdiáknak föl kéne tenni a kezét, hogy tanárnéni, ki az a Bendegúz. És nagy valószínűséggel Magyarország tanárainak 60%-a nem tudja megmondani, hogy ki az a Bendegúz, noha benne van a himnuszban. Bendegúz, vagy más néven Balambér, Bagamér, három néven is megjelenik, ő Attilának az édesapja. A türelem, szelítség, alázat összefoglaló neve valójában ez az egyetemes szeretet. Az emberiség, az emberi létezés, az emberi történet akkor jár helyes, biztató úton, hogyha képes ezekkel a szellemi folyamatokkal, a három felső szellemi csakrájával folyamatosan megszelidíteni, és a megszelidítés által óriási energiáit, mármint az alattunk lévő állati, a földhöz kötő, minket is a földhöz kötő állati lény energiáit az alkotás, az emberi alkotás céljainak szolgálatába állítani. Tehát ugye az élet, hogyha érző szűkülnek az élet lehetőségek, akkor magokat alkot. Na most a magokba azt a minimális energiát, anyagot, információt rakja el, ami az élet továbbviteléhez szükséges. Tehát tulajdonképpen Attilának, hát ugye ezt tudjuk, hogy nyugaton és keleten is hatalmas csatái voltak, mindig győztes csatái voltak, és van egy nagyon érdekes dolog, hogy ugyan Rómát legyőzi, de nem öli meg. Tehát ez egy elég döbbenetes dolog, mert megtette volna, ugye ott állt Róma falai előtt, a pápa kivonult elé, stb. És nem öli meg, nem győzi le, hanem egyszerűen megállítja ezt a romosodást. Tehát ha Attila nem állítja meg a római birodalomnak a menetelését, akkor most egy sivatagba ülnénk és beszélnénk egy beduin sátorba, de megállította. Ami nagyon izgalmas, hogy ha nincs Attila, akkor nem maradhatott volna meg a Kárpát-medence, mint mag. Tehát tulajdonképpen Attila örökébe vonul vissza ugye Árpád, tehát ez krónikákban többször szerepel, hogy második honfoglalás, stb. Tehát Attila örökébe vonul vissza, és Attila örökét veszi át. Na most, ha megnézzük, döbbenetes ez a folyamat, mert hát 1000 év alatt azért nagyon sok nép eltűnt. 1500 év alatt még több nép eltűnt. És azért, ha megnézzük, a magyar nép a mai napig lakja a Kárpát-medencét, ugyanaz a nyelve, ugyanaz a népművészete, ugyanaz a hagyományrendszere, jó, romos, vagy inkább azt mondom, hogy zajos, nem romos. Tehát az a döbbenetes, hogy a mit tudja, szabolcsi paraszt ugyanazt hajlítja betonvasból a kerítésére, mint amit a pazéki kurgánban megtálunk az ura alatt, vagy bármit. Tehát az a döbbenetes, hogy ez a kultúra mai napig él. Ez a kultúra, ez a nyelvünkbe él, ez a mondásainkba él, ez a hagyományainkba. Olyan mély egy-egy mondásunk, és nem gondolkodunk el rajta, hogy egy-egy szavunknak az üzenete. Döbbenetes mélységek. A kedvenc az a kisdénesnek volt ez, aki fázik. Mit csinál, aki fázik? Hát fázik. Tehát fát keres, neki áll fát keresni. Tehát ezek olyan mély dolgok, ezeket nem lehet eltüntetni. A Módi, aki tényleg Zajti jó barátja volt, ezen, mikor átvette a kitüntetést,
hát egy hosszabb beszédet mondott, de én mondjuk ezt a mondatot idézném. Áldottak legyetek magyarok, Attila népének egyetlen örökösei. Félszázados tanulmányaim meggyőztek arról, hogy a hunok feltétlenül a magyarok ősei voltak, és így a mai magyarság az ősi szkíta népek leszármazottja Európában, mely magyarságnak a történelme a ma élő összes nemzetek legősibb történelme. A másik, ami Attila külpolitikáját dicséri, az, hogy a jobb keze Orestes lesz a római kormányzó, és az ő fia Flavius Orestes az utolsó római császár, amelyik ugye a római császárság 476-ban bevégzi. Tehát Attila megsemmisíti, írmagját is kiírtja egy logikának, és ez igaz, hogy halála után 20 évvel dől dugába, de akkor is el van végezve. És 560-as években jönnek majd a Kárpátokba azok az avarok, vagy más néven fehér hunok egyik törzse, akik majd Attila politikáját tovább viszik. Első útjuk majd Bizáncba vezet, a bizánci császárral való alkú folytatása. A második útjuk a frank hadjáratok 561-ben, és megy tovább valami, ami valamit védelmez, és ez a Kárpát-medencében van. És ezt védelmezi majd a magyarság is, a fejedelmi kor magyarsága, ezt védelmezi a magyar királyok sora, egészen a tatárjárásig, és utána sajnos egy szerencsétlen Gellert kap a magyar történelem, és hanyatlásnak, szakrális hanyatlásnak leszünk áldozata 1241 után, ami elsősorban IV. Bélát terheli véleményem szerint a döntéseit. Ezután jön létre a pálos rend, amelyik valamit még megpróbál megőrizni a királyságon belül, de a királytól elszakadva. Ezután jön létre a Szent Korona jogrend, ami akkor már jogrend, tehát már megint külön válik magától egy működő Szent Korona világképtől, és ez valójában 1700-as évek végére, 1700-as évek elején ugye szabadságharc elvesztése, 1700-as évek végére a pálos rend megszüntetésével alap, és Európában ugye a francia forradalom utánra teljesen elveszti erejét. És most ezekből a halódó porokból próbáljuk újraéleszteni azt, ami még mindig itt van a Kárpát-medencében. Tehát azzal, hogy mi nem emlékszünk rá, attól még mindig itt van, és valószínűleg ez az a miért, és ez az a szellemi védelem, ami miatt mi még mindig itt vagyunk, itt lehetünk magyarok a Kárpát-medencében, bírhatjuk ezt az ősi földet, amit feltehetőleg már a legutolsó jégkorszak 11.000 év óta bírunk, és ez az az örökség, és ez az a szellemi hagyaték, amit a mindenkori magyarságnak föl kell tudnia tárni, és ezzel a lelkébe betöltekezve kell tudnia élni, és ezt kell feltetőleg az utókornak is továbbadnia. Sir John Bowring nevű nyelvész írta, aki közel 100 nyelven tudott. Igen, hát biztos nem folyékonyan, de magyarul is tudott. A magyar nyelv a régmúltba vezet. Nagyon sajátos módon fejlődött, és szerkezete ama távoli időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Ez egy olyan nyelv, melynek logikája és matematikája a feszített húr erejének kezelhetőségével és rugalmasságával bír. Az angol ember büszke lehet, hogy nyelve magán hordozza az emberiség történetét. Eredete kimutatható, láthatóvá tehetők benne az idegen rétegek, melyek a különböző népekkel való érintkezés során rakódtak egybe. Ellenben a magyar nyelv olyan, mint a kőszikla. Egy tömbből van, amin az idő vihara egyetlen karcolást sem hagyott. Nem naptár ez, amely a korok változásához alkalmazkodik. E nyelv a legrégibb és legdicsőségesebb emlékműve a nemzeti önállóságnak. Elnézést, de ilyenkor mindig sírnom kell. A nemzeti önállóságnak és a szellemi függetlenségnek, mert most is függetlenségi harcot vívunk, kérem. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis, erő, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény. Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az első tételét. Ez a film talán nem túlzás kimondani, azzal a nem is nagyon titkolt szándékkal jön létre folyamatosan, itt minnyájunk lelkében, és aztán remélhetőleg majd fizikailag is.
mert mindnyájan, akik itt ebben a filmben megszólalunk, hiszünk és bízunk abban, hogy ez az egyensúly helyreállítható. De hogy mikor és hogyan, ezt egyikünk sem tudja. Sokszor éppen ezért érezzük mindnyájan sziszi-fuszi, még egy, és ez most már valóban az utolsó szimbólum, amit segítségül hívok, sziszi-fusz arra ítéltetett, hogy napjai azzal teljenek, hogy görgeti felfelé, tehát szeretné legyőzni a lefelé húzó erőket, és az ég felé tör, szeretné ezeket a sziklákat felfelé, ezt a hegyet, ami nyilván az ég felé közelít, valahogy újra és újra felépíteni, de a szikla visszagördül és kezdheti előről ezer éveken át. Látszólag teljesen felesleges a feladata. Legyünk őszinték, nagyon sokszor, mi itt a filmben megszólalók is, sokszor éljük át, mindnyájan emberek, ebben a korban ez nem is lehet másféleképpen, hogy sziszifuszi feladatot végzünk. Neki gyűrközünk, és próbálnánk mindent megtenni azért, hogy méltó emberi létet élhessünk, mi magunk is, meg a minket körülbelül közösségek, és újra és újra kudarcot hallunk. Nagy valószínűséggel egy ilyen hanyatló korban ez nem is lehet másféleképpen, de... Civil multimédia nevet adtam ennek a média felületnek, de ebből adódik, hogy multimédia, úgyhogy nem csak egyfajta tárgykör lesz itt, hanem ugye rövidesen, ahogy ezt elindította, megszületett az újság is, úgyhogy most már előrukkantál egy heti újsággal, amiben ugye a hétköznapi körülöttünk zajló életnek a anyagát is bele tudjuk tenni. Ugye kezdetben a civil multimédia weblappal indultam, aztán vártam, és a kis csapat kialakult már, tehát ez most már inkább civil multimédia alkotói közösség, de ennek az alapja az a weblap, és aztán a hozzátartozó YouTube csatorna. Valahogy véletlenül kitettem egy linket erre a weblapra, hogy hírlevélre is fel lehet iratkozni. Eszem ágában nem volt hírleveleket írogatni, mert nem is nagyon értettem hozzá, és viszont mégis elkezdtek feliratkozni rá, és sorban heti hétről hétre néztem, hogy újabb feliratkozók vannak a hírlevélre, valamit kellene ezzel csinálni. És akkor és próbálgattam, és elindult ez a hírlevél küldő rendszer, ami a második hét után átalakult heti újsággá, mert hogy ha már egyszer hírlevelet küldünk, akkor abban, hát ugye mi nem akarunk eladni termékeket, meg akciós nyaralást, meg ilyesmit, de hát akkor egyrészt elmondhatjuk, hogy mi minden történt a házunk táján, de azt is, hogy egyébként a gazdaságban, a kultúrában milyen érdekességek vannak, és hát ebből a heti újság hírlevélből gyakorlatilag másnap megszületett, ahogy ez így kialakult, hogy kellene egy heti újság felület, internetes felület, mert hogy a civil multimédia az alapvetően a magyarságtudattal és spirituális tartalommal van felruházva, tehát ott a napi politika, pártpolitika és ezek a dolgok nem nagyon szerepelnek és nem is nagyon szeretném, viszont ezek óhatatlanul itt vannak az életünkben, hiszen most ugye gyökeresen változik meg Európa sorsa, és valóban ezek most sorsfordító idők, és akkor azt gondoltam, hogy szükség van egy ilyenre. Nagyon meglepődtem, mert pár nap alatt egyrészt szerkesztők is csatlakoztak, akiknek az írásai többek között örömmel tapasztalom, hogy te is osztott meg írásaidat, illetve videóidat, cikkeidet, de azt vettem észre, hogy elég nagy az érdeklődés, és valóban rohamosan indul. Ebből aztán megint csak megerősödve arra jutottam, hogy össze kell trombitálni azt a sok kis műhelyt, a szellemi műhelyt, ami Magyarországon van. Mert ugyan a fősodratú médiában, ahogy mondtad is, ott minden megvan, és nagyon rutinos, magas technikai színvonalú eszközökkel tartanak bennünket, az elménket rabságban, de mi többen vagyunk, és ha összefogunk,
akkor erősebbek leszünk. És én arra kérem a kedves nézőket, ha ismernek szellemi műhelyt a környezetükben, vagy olyan már médiában némi gyakorlattal rendelkezőket, segítsenek abba, hogy egymásra találjunk. Mi próbálunk ezzel példát mutatni, és valóban a mi kapcsolatunk is ilyen szempontból, én azt gondolom, hogy példaértékű. Mert attól, hogy egymást segítjük, egymást támogatjuk, együnk sem lesz kevesebb. De mind a ketten nyerünk benne. Most csak egy példát mondom, hogy mi csináljuk a Huntelevízió az aktuál politikai kerekasztalt, ahol igyekszünk a általunk hozzáférhető információk alapján megmagyarázni, hogy mi is zajlik a világban, és lehetőleg ezt hitelesen, és lehet törekedve arra, hogy lehetőleg az igazságot mondjuk a nézőknek. Na most ugye te megvalósítottad a heti újságot, úgyhogy az a felkérés szülésre való anyag, ami nekünk írásos formában itt van, köztünk egy ember, aki nagyon becsületesen fölkészül erre, és hihetetlen írási anyagot is hoz magával, hát akkor az most nem veszik kárba, hanem rákerül, hogy mindjárt az újságra, és csodálatosan kiegészíti egyik a másikat. Hiszen azok az elemzések, amiket mi itt a televízióban csinálunk, ez csak egy része annak, amit az újságos vagy írott formában tudunk az embereknek nyújtani. Úgyhogy csak jó ez együttműködés, minden szempontból. Megint szeretném, igen, tehát csak megerősíteni tudlak, és megint csak szeretném kihasználni a lehetőséget és biztatni azokat a civileket, egyszerű embereket, akik a Kárpát-medence valamelyik pontján élnek, bárhol, vagy a világban, és fontos nekik a Magyarország, fontos a haza, és tudnak segíteni, akár azzal, hogy az ismerőseiknek is azokat a, ezeket az anyagokat továbbadják, vagy ha kicsit többet, és hogyha lemernék írni, fényképezni, videózni a környezetükben azokat az eseményeket, amelyek úgysem jelennek meg a fősodratú médiában, de a civil médiában fontos lenne a honfitársainkkal megismertetni. Tehát mindazok, akik tenni szeretnének valamit a hazáért, a gyermekeink jövőjéért, azokkal keressük egymást, fogjunk össze, erősítsük egymást, mert képesek vagyunk rá. Ez elég szépen kereken elmondtad, hogy hogy született meg a civil multimédia. Tudikán, van-e még valami olyan mondani valód, ami még azért még kikívánkozik? Hisz tele vagy álmokkal, tele vagy. Tudom, hogy az egyik álmod az volt, hogy egyszer mondtad nekem, tudod, János, ha összefogunk, nem csak mi ketten, hanem még sokan mások, akkor biztos, hogy képesek vagyunk egy olyan, akár televíziót, egy olyan civil multimédiát felállítani, ami komoly konkurenciát tud biztosítani az ATV-nek, vagy a ilyen más agymosodákkal szemben, mert azért itt van az ideje, hogy helyre tegyük a nemzetünknek azt az agymosod állapotát, ellássuk a nemzetet valós információkkal, és ahogy szokták mondani, hogy megemeljük a nemzetet, hogy olyan méltó helyre van való. És ebben talán mi, mint médiában most, hát ugye én is orvos létemre kezdtem hozzá, én is messze vagyok a médiához, de ez lassacskán beletanul az ember. Való nekünk is felelősségünk, hogy ebből, hogyha már egyszer médiával foglalkozunk, akkor lehet a legjobbat nyújtsuk a nemzetünknek. Igen, egyszerűen nekem a napjaim valami, minden egyes nap egy fantasztikus csoda, amit megélek. Amióta valóban elköteleződtem tettekkel is. Tehát még egyszer szeretném aláhúzni, engem senki nem biztatott erre. Egyszerűen csak tenni akartam valamit a hazámért. Felnőttek a gyermekeim. Én nem szeretném, hogyha a gyermekeim külföldön keresnének munkát, életteret, boldogulást. Többet mondok, azt sem szeretném, és azt is nehezen viselem, mikor a baráti körömben az ismerősök arról számolnak be, hogy a gyermeke, a fia, a lánya Dániába, Angliába, Németországba ment dolgozni, vagy arról számol be nekem egy fiatal, hogy itt nem tud megélni. De meg lehet.
Ez egy mesterségesen fenntartott állapot, amelyikkel pont erre akarnak bennünket rábírni, hogy hagyjuk el az országot. Én itt szeretnék élni. Nekem a Kárpát-medence a hazám. Ez egy gyönyörű, a világ legszebb része, és most ugye itt élek a Pilis kapujában, Szentendrén. Egyszerűen fantasztikus, és szeretném átadni ezt az érzést minél több honfitársamnak. És amióta tényleg ezzel a médiával foglalkozok, egyrészt elkezdtek áramlani energiák felém, jelentkeznek fiatalok, és részt akarnak venni benne, és ez olyan lelkesítő tud lenni, amikor köszönő leveleket kapok, idegen emberek szólítanak meg, és veszik a fáradtságot, hogy írjanak nekem, mert valamelyik filmünk, vagy előadás, vagy egyáltalán mert már a munkánkat látja, és támogatja. Szóval sokszor elérzékenyülök ezektől, de ezekből újabb energiákat gyűjtök, és hát másnap még többet igyekszem tenni. Ez az érzés, ez a boldogság érzés, ez mindenkinek lehetősége, egyéni döntés. Jó magyarnak lenni. Én azt hiszem, hogyha az ember mondjuk a családi szinten nézi az ember a boldogságot, akkor azt hiszem az egyik legboldogabb érzés az, mikor az ember olyan született gyermekét a karjába veszi, és először tudja köszönteni a kis babáját. Ez egyfajta boldogság. Egy másik fajta boldogság, ami azért vetekedik ezzel, az amikor az ember úgy érzi, hogy megfelelően tudja szolgálni a hazáját meg a nemzetét. A kettő az betegszik egymással, és valamikor az egyik, valamikor a másik a fontosabb. Most valahogy abban az időben érünk, hogy mind a kettő nagyon-nagyon fontos, mert gyerekből is kevés van, és a haza is bajban van, úgyhogy mind a kettővel kell komolyan foglalkozni. Nehéz és hosszú út volt a számomra még a vállalkozóból, amíg a materialista életből, tehát ebből a sikerhajhászásból ide végre hazataláltam. Ez egy nagyon hosszú út volt, és talán hálás lehetek a Teremtőnek, hogy azt az oldalt is megmutatta, amivel egyébként soha nem tudtam teljesen azonosulni, mert valahogy én nem tudtam elég korrupt lenni, meg nem tudtam elég kapsi sem lenni ahhoz, hogy én az olyan sikeres legyek, mint ami ezekkel a tulajdonságokkal, és legfőképp érzéketlen. Ez az egyik legfőbb tulajdonsága kell ahhoz, hogy valaki sikeres vállalkozó legyen. Hiszen ez csak a profitról, tehát magamhoz szívjam a környezetet, a környezetből az erőket. Tehát ezt megtapasztalva, én most itt feloldódtam ezen az oldalon, és látom, hogy sokan vannak bajban, mert nem értik, nem érzik, hogy hogy lehet ebből kitörni. Pedig ki lehet? Kérdezik tőlem, hogy jó Zoli, hát neked most jó, hát te megoldottad, de hát én mit tehetnék? Mindenki tehet. A változás az bennünk kezdődik. És van. Létezik megoldás. Nagyon egyszerű. Ezeket el fogom mondani, el fogjuk mondani, mert te is ugyanezt, ez a törekvésed. A következő előadásokban, filmekben, cikkekben. Sajnos röviden nem lehet összefoglalni, de azért a kedves nézőnek tényleg valami nagyon egy kivételes konkrétat mondjak, hogy ne rébuszokba beszéljek, csak addig, amíg a választások alkalmával azt a jelet kell tennünk a papírra, amit az analfabétákkal iratnak. Névlegesen egy X-et? Igen. Tehát mindaddig, amíg ezt az X-et húzogatjuk, addig a rablánc itt lesz a nyakunkon. Hogy ezt hogy vessük le, mi értetjük a rendszert. Ha nemet mondunk, akkor egyszerűen köddé válik, szétfoszlik. Ezt gondolom. És ennek is most már ki van dolgozva a úgynevezett latin modus vivendi, hogy lehet ezt megoldani.
Én azt javaslom mindenkinek, hogy figyelje a műsorainkat, és szépen lassan rávezetjük a nemzetünket, hogy hogy lehet itten kiutat találni. Egy olyan kiutat, ami boldoggá, nagyjá és erőssé teszi az országunkat és nemzetünket. Köszönöm szépen, János. Én is köszönöm, hogy itt voltál. Viszontlátásra.